A Présház a legrégebbi épület a településünknek, ez körülbelül 200 évvel ezelőtt épült, és ténylegesen egy présházként épült, hiszen itt fölöttünk egy nagy szőlőterület volt. Később még cigányzene is szólt az itt kialakított étteremben. A vendégtérben és a pincében sokszor alkalmi csoportokat is fogadtak, és szőlészeti előadásokat is tartottak. A lengyel család építette, hiszen a őnekik lengyel-tóti uradalmi birtokuk volt, és itt a Présház fölött egy több hektáros területen szőlőt termesztettek itt a domboldalban, és ahhoz, hogy a szüreti vendégeiket és a szálló vendégeiket tudják fogadni a lengyel család, ezért építették ezt a Présházat. 2021-ben döntött úgy az önkormányzat, hogy megvásárolja és visszaadja régi múltját Fonyódnak. Az épület jellege is adja, hogy ez egy hagyományőrző ház, ez egy értékteremtés legyen, és azt gondolja a képviselőtestületünk, hogy mindenképp a régi Fonyódot kell visszaadnunk az új Fonyódnak, tehát a mostani Fonyódiaknak. Az a tervünk, hogy egy ilyen hagyományőrző házat csinálunk belőle, megmutatjuk a régi foglalkozásokat, a vincellér foglalkozást, a halász, a révész foglalkozást, a kosárfonó foglalkozást, hiszen Fonyód neve is a fonóból, kosárfonóból ered. Mivel a környéken egy palánkvár is található, így a döntéshozók most a két létesítményt szeretnék összekapcsolni egy vonzó idegenforgalmi látványossággá, hogy a családok akár néhány órát is el tudnak majd itt tölteni. Ezt pályázati forrásokból valósítanák meg.